Ki korán kell, aranyat lel, tartja a mondás. Nos, sokan nem ezért keltek korán, hanem résztvevői és nézői voltak a 2018-as Celta Rallynak. A Magyar Amatőr Rally Bajnokság zempléni futamán idén is a Bozsva-Telkibánya-Bozsva szakaszon nyomhatták a gázt a párosok, és idén is látványban, izgalmakban gazdag pillanatokat élhettek át a versenyzők az autóban, a közönség a pálya szélén. A tavalyi év az nagyon sikeresen zárult, és már eleve terveztük a versenynaptárba évelején ezt a futamot. Hál' Istennek sikerült még plusz támogatókat bevonni ebbe a rendezvénybe, ugye a tavalyi kapcsán látták a helyi nagyobb cégek, hogy érdemes fektetni ebbe a dologba, és ez azt gondolom meg is térül nekik, úgyhogy tényleg válszélessége mögé álltok a rendezvény mögé. Hogy látod, a térség mennyire fogadja szívesen az autóversenyt? Ugye még az idősebbekben élnek a 70-es évek, a Ferjánc időszak, amikor még éjszakai futamok voltak itt. Igen, belőlük is találkoztunk, az akkori szurkolókból is találkoztunk a pályaszélén, illetve hát ugye 2000-től itt folyamatosan Zemplén Rally volt kisebb-nagyobb megszakításokkal, ugye ez az idén is visszatér a versenynaptárba, nem is akármilyen EB kandidáló futamként. És ugye hát már a fiatalok is érdemes lett volna végigmenni a pályaszélén, lehetett látni, hogy rengeteg néző volt kint. Versenyzőknek mennyire tetszett ez a Bozsva-Telkibánya-Bozsva szakasz, mik voltak a visszajelzések? Ugye maga a szakasz az sok mindenkinek fenntartásokkal kezeli, keveslik a kanyart benne, de igazából van benne bőven, meg aki rájött, hogy aki igazából tempóval autózik, azért elég nehéz, hát van rajta feladat, illetve tavaly, aki már szerepelt ezen a futamon, azért az vitte a hírét, hogy itt ez egy nagyon jó hangulatú rendezvény, és próbáltunk most is, idén is olyan plusz dolgokkal szolgálni a versenyzők irányába, amit nagyon-nagyon jó néven vettek. A versenyen több zempléni párosnak is szurkolhatott a helyi közönség. A Márton Ferenc Csák Alex párosnak idén is a bajnoki cím volt a tét. Hát úgymond célba értünk, jónak mondható, de az eredmény az nem azt mutatta az idő. Nagyon erős ellenfelek vannak itt az A kategóriában, és még most ideiglenes időn nem láttunk, mert megálltottak a pályán több embert, de valószínűleg negyedikek vagyunk. Miben nem sikerült azokat az apró dolgokat hozni, amit szerettetek volna, hiszen mindenki biztos azt mondja, hogy ti úgy ismeritek ezt a pályát, mint a tenyereteket. Nem tudom, szerintem a hosszú tempósokban lehet, hogy elvalósabbak voltam, mert a csikicsukit azt átfűztük úgy, ahogy kellett. Lehet, hogy ott jobban elvállalták a fiúk. Na most nem tudom, lehet, hogy otthon van a kislányom, és lehet, hogy az fontosabb, mint hogy átmenjünk rajta padlógázon. Összességében milyen volt az évetek? Összességében nem volt olyan rossz az évünk. A minden versenyen dobogósak voltunk, kivéve a múltkorit, mivel Cerede futóművet nem álltattuk be, talposokat cseréltünk, és úgy avitt a futóművet, hogy egyszerűen nem lehetett menni az autóval. Ott is negyedikek lettünk, jól emlékszem, de előtte sikerült annyi előnyt szereznünk, hogy megvan az első hely, még így is úgy néz ki, hogy meg lesz. Még ez attól függ, hogy lesz-e következő verseny, vagy nem, meg még most meg kell várnunk az ideiglenes eredménylistát. A legjobb zempléni párosnak a Nagy Norbert, Karbanócki Csaba páros bizonyult, akik az abszolút ötödik helyen érkeztek a célba. Hát nekünk nagyon jól sikerült a Celta Rally. Igazából a kategória második, abszolút ötödik helyen zártuk ezt a versenyt. Mi nagyon meg vagyunk ezzel elégedve, mint amatőr versenyzők. Navigátori székből milyen ez a gyorsasági? Nagyon jó. De csak bár mondani, nagyon jó volt. Nagyon jól éreztük magunkat. Szerintem az életünk versenye idáig, vagyis nekem. Technikás vagy gyors ez a pálya? Az eleje gyors, a vége technikás. Mit tudhatunk erről a csoda autóról? Hát nagyon szépen szól, nagyon szépen megy a kezetek alatt. Köszönjük szépen, hát egy jó pár éve faragjuk már, hát igazából egy 1.6-os H-s homológ autó ez, ez a minden előírásnak megfelel. Hát nagyon sok munkaóránk, meg pénzünk van már ebbe, úgyhogy hát csináljuk, fejlesztjük folyamatosan. A Celta Rally abszolút győzelmét látványos autózással Fockó Ákos Kispalás szerezte meg egy Lada VFTS-sel. Nagyon tempós volt a pálya, úgyhogy maga a verseny is elég hamar úgymond véget ért. Hamar végigértünk, de izgalmas volt egy kis technikai problémánk, sportársaink segítettek megoldani, úgyhogy végül is be tudtunk érni a célba, úgyhogy nagyon köszönjük nekik. Mi volt ez? Hallottuk, hogy dadogott az autó. Eltört egy szelepimmánk. Hogy lehetett ezt ilyen gyorsan orvosolni? Kivettük a helyéről, szerencsére nem csinált nagy kárt, úgyhogy volt szerencsénk ebben is.
aztán három hengerrel végigjöttünk a gyorsaságint, utána kaptunk egy másikat, ezt beszerelték a szervizparkba, és akkor így végig tudtunk jönni. Navigátori ülésből milyen volt ez a pálya? Nagyon tetszett amúgy, nagyon tempós pálya. Tehát szeretjük az ilyen labogósokat, ahol tényleg el kell vállalni a dolgokat, és akkor úgy dől el minden. Igazából élveztük meg, reménykedtünk ugye a győzelembe. Az első gyors végét vártuk, ugye, hogy hova érkezünk be, és akkor onnantól kezdve tudjuk építeni, hogy most van-e értelme nagyon-nagyon belemerülni, hogy tényleg bevállalni. De aztán az első gyorsot hát nyertük nem is kevéssel, azt hiszem 6 másodperccel a második bukujáiktól. Aztán ott láttuk, hogy ez meg lehet, és akkor ugye el is kezdtük neki még jobban nyomni. A 2017-es verseny sikere a fő támogató tetszését is elnyerte, így nem volt kérdés a folytatás. Igyekszünk hagyományt teremteni. Tavaly is megfogalmaztam, hogy úgy szállunk be ebbe a szponzorációba és a versenytámogatásba, hogy hosszú időre gondolkodunk, tehát évről évre szeretnénk részt venni ebbe. Álltuk a szavunkat, meg is rendeződött ez a verseny. Remélem jövőre ugyanitt, ugyanekkor vagy körülbelül ugyanekkor tudunk találkozni. A cég ezeken a versenyen kívül támogatja a helyi versenyzőket is. Fontos, hogy egy cég ne csak a kerítésen belül működjön, úgymond, hanem részt vegyen a térség közéletében, sporttámogatásában. Hogy érzi igazgató? Igen, ez nagyon fontos. Mindenképpen igyekszünk nem csak a vállalkozásoknál, hanem a kulturális és sporteseményeknél is támogatni a hazai vagy a közvetlen környezetnek a szereplőjét, ezzel is egy kis segítséget nyújtani ahhoz, hogy eredményesen tudjanak részt venni egy ilyen megmérettetésen. Novemberben pedig ismét Zemplénre figyel a rallis társadalom, hiszen a Nyíregyháza ralli gyorsasági szakaszainak térségünk ad helyszínt, s várhatóan itt avatják a 2018-as szezon magyar ralli bajnokát. Igazából még semmi nem publikus, egy pár nap múlva fog megjelenni a versenykiírás, onnantól kezdve lesz minden publikus. Nagyon komoly szakaszokat találtunk, újakat. Nagyon-nagyon meglepetéseket fog okozni, én azt gondolom, mint a végeredmény tekintetében az URB elejében, mert ugye most nem az lesz, hogy ugye a megszokott pályákon, amik már több tíz éve versenyeznek folyamatosan, most itt azért lesznek benne olyan szakaszok, ahol még soha senki nem versenyzett, illetve nagyon időszámításunk előtt.